Itt az idő, hogy őszintén beszéljünk a menopauzáról. Én Irány Orsolya vagyok, az Éljenek a 40 feletti nők mozgalom és közösség alapítója, ez pedig a Menopauza Story Podcast. A menopauza egy természetes folyamat, mely minden nő életében bekövetkezik, és erőteljes kihatással lehet az élet minden aspektusára, az egészségen át a párkapcsolatra, vagy a munkavégzésre is. És néha nehéz erről beszélni. Ebben szeretne segíteni a Menopauza Story Podcast, megmutatva, hogy ki hogyan éli meg ezt a rendkívül komplex életszakaszt. Szia, Anikó! Köszöntelek! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szia, Orsi! Én köszönöm, hogy itt lehetek. És vágjunk is bele. Ugye mi leveleztünk egy kicsit erről a témáról már korábban, úgyhogy ezzel nagyjából tudom, hogy miről fogunk beszélni. És azért itt lesznek érdekes dolgok, és előre is köszönöm a bizalmat, hogy tényleg ezeket így megosztottad velem. Úgyhogy vágjunk is bele, hogy hol hallottál először a menopauzáról? Először édesanyám szájából hallottam, illetve ő rajta keresztül láttam meg, mert 36 évesen, amikor én serdülő 14 éves voltam, ő rákbeteg lett, rákos beteg lett, ami egy mellrákból indult, átterjedt a nőgyógyászati részre, és későbbiekben ugye megoperálták többször, és amikor eltávolították a női szerveit, ugye akkor leállt a teljes hormonrendszere. És hát jóval 10 évvel később egyszer csak összecsúsztak a csigolyái, nem bírt mozogni, nem tudta, hogy mi történik vele, amikor is ugye elkezdték vizsgálni, és elkerült egy doktornőhöz, aki felvilágosította, és megkérdezte tőle, hogy ne haragudjon, hölgyem, önnek elmondták, hogy egyébként ami önnel történt, annak mi lesz a következménye, úgy 10 év múlva, és akkor édesanyja mondta, hogy hát nem mindent mondtak el, de hogy arról nem volt semmilyen információja, hogy ha leáll a teljes hormonrendszer, akkor például nincs kálciumtermelés, és hát ugye a kálcium a csontoknak az építőeleme, és hát neki nem mondták, hogy ugyan már kellene szedni neki kálciumot, és ettől összecsúsztak a csontok. Úgyhogy ez egy, és akkor derült ki számomra is, hogy a menopauza az egy folyamat. Tehát leáll a hormonrendszer, nem termel az ösztrogén és a progeszteron, illetve hát jóval kevesebbet, és ennek mind a vitaminhiánytól kezdve a csontok az, tehát ez az egész az öregedési folyamatnak a része gyakorlatilag. És akkor az történt itt, hogy anyukádat nem világosították fel, és gyakorlatilag egy életre szóló, hogy is mondjam ezt, tehát hogy egy olyan, tehát hogyha felvilágosították volna, talán nem történnek meg ezek a dolgok. Igen, ami szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy egy nagyon jó barátnőm akkor járt Amerikába, és valamilyen gondolattól vezérelve hozott kálciumot, és akkor még itt Magyarországon ezt nem lehetett kapni, ő nagy dózisba elkezdte szedni, és gyakorlatilag ez rendbe hozta a csontjait, de több mint 10%-os csontritkulás állapítottak meg akkor nála, és akkor volt 46-47 éves. Tehát én igazából ekkor hallottam és láttam ezt a folyamatot, de hát akkor én még nagyon fiatal voltam, és igazából jó menopauza, vállat vontam, meg igen, láttam, de hát ugye, hogy gondolkodtam én akkor, úgyhogy hát ez engem nem érint. Igen. Meg akkor még olyan messzinek tűnik, vagy távolinak tűnik, hogy lehet, hogy igen. Meg se történik velem. Igen, meg nem is fog megtörténni velem, gondoltam ezt én. De hát nem nagyon akartam később sem tudomásul venni, hogy én eljutottam ebbe az állapotba.
És te mikor vetted észre magadon? Vagy milyen, mi volt az első, amikor így azt gondoltad, hogy na lehet, hogy ez most az? Hát én együtt élek egy orvossal, aki sebész toxikológus, és ő már mondta, amikor mi összekerültünk, mert akkor már voltak olyan jellegű jelek, mint hogy nagyon erős menstruációs vérzés, ugye ez ilyen nagyon erős darabos vérzéssel járt, akkor többször kerültem az orvosok elé, meg a műtőasztalra, és akkor mondta, hogy higgyem el, hogy ez már a menopauza kezdete. Jöttek a hőhullámok, mondtam, hogy jó, persze, de elfogadni nem nagyon akartam tőle se, bármennyire orvos. Hát jött depresszió, igazából ezt sem akartam teljesen elfogadni, de aztán szépen lassan be kellett látnom, hogy azért ez valószínűleg az, de rettenetes nagy elánnal tagadtam, hogy És akkor akkor máig. hány éves voltál akkor, amikor ezek így Hát, történtek? ilyen 40, 42, 3, 4. 39-40 évesen volt egy gerincműtétem, és akkor ezek a hőhullámok már így voltak, de hát gondoltam én, hogy ez még csak melegen van. Igen. Hát azért az a 40-es évek eleje szerintem akkor még nem gondol erre az ember. Én se gondoltam erre, tehát nem érdekes ez ilyenkor még. Igazából én úgy éreztem, hogy én velem amit az előbb is mondtam meg, ahogy ezt így megéltem, hogy ja, hát velem ez biztos tuti nem történik meg, hát pont velem, hát hülyeség az egész. Mindenki mással megtörténhet, velem nem. És akkor mikor volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy na jó, hát akkor ez tényleg az, és most már ezt el kell fogadni. Ugye, ha orvossal élsz, akkor azért nap mint nap szembesít vele, hogy fogadjam már el, hogy ez az. És akkor ő elkezdett mesélni erről. És mivel elég nagy tudása van, és elkezdte mesélni, hogy higgyem el, hogy én nekem még nagyon jó, mert vannak olyan nők, akik gyakorlatilag munkaképtelenné válnak. Teljesen megváltozik az agyi kapacitásuk, van, amelyik agresszív lesz, van, aki teljesen kifordul magából, és egy másik nővé válik, tehát mindenki csodálkozva néz rá, és erre szokták azt mondani, hogy elmegy az esze a nőknek így 40 és 50 között, de ő mondta, hogy ez így a köztudatban lehet, hogy így van, de hogy senki nem látja el mögött, hogy egyébként ez egy komoly probléma, mert hogy itt annyira a hormon irányítja az idegrendszertől kezdve a működésünket, ugye a növekedési hormon a mellékvesébe, a nőgyógyászati, az ösztrogén, a pajzsmirigy, tehát hogy ezeket nem lehet ennyire leegyszerűsíteni, és hogy inkább támogatást kellene, hogy kapjanak, nem pedig elutasítást, meg címkézést. És akkor kezdtem megérteni általa tulajdonképpen, hogy hoppá, tényleg én még akkor, ha így végig gondolom, én még örülhetek, hogy nem fordultam ki teljesen önmagamból, de ez nem teljesen igaz, mert valamilyen módon ez a depresszió, ez azért megfordított. Ezzel nagyon sok munkám volt, hogy ezt így a helyére billentsem. És akkor írtad még itt ezt a, hogy figyelemzavar, Figyelemzavar is volt, emlékezet, igen, memória probléma. memória, így van, igen, ültem a munkahelyemen, mondták ugyan, és nem hallottam, mit mond, csak néztem ki a fejemből, egy csomószor nem emlékeztem, összekevertem, mást láttam, mint ami oda van írva,
akkor kiderült, hogy hibáztam, akkor az engem még jobban nyomasztott, akkor kiderült, hogy nem is azt láttam, ami oda van írva, nem tudtam megjegyezni, tanulni. Abszolút. Nem maradt meg semmi a fejembe, tovább megyek, nem is érdekelt. Tehát egy ilyen fura, rossz érdektelenség érzés is volt bennem. És egyébként a munkahelyen tudtál erről beszélni valakivel? Nem, mert magamat ostoroztam ebbe az egészbe, hogy én vagyok buta, én felejtek el mindent, és hát persze természetesen ugye a család is már röhögött, meg megcímkézett, hogy persze úgyis mindent elfelejtesz, a gyerekem is, meg szóval ez mondjuk nem túl jó érzés, és hát a férfiak abszolút nem is értik, hogy egyébként mi zajlik bennünk nőkben. Igen. Hát mert ők se tudják, hogy mi ez a folyamat, vagy csak annyit tudnak, amennyi ugye ez a negatív sztereotípia, hogy amit te is mondtál, hogy ilyenkor megőrülnek a nők, és tehát ez a hogy szokták mondani, hogy átvette valaki a hatalmat felettük, ugye? Tehát, hogy annyira megváltoznak, hogy nem lehet rájuk ismerni. És holott, most idézőben mondom azt, hogy csak, ez egy hormonális változás. Igen, aminek komoly idegrendszeri hatása van. Igen. Igen, mert hogy az ösztrogén gyakorlatilag nincs olyan szövet, vagy nem is tudom, rendszer a testben, amire ne hatna. És egyszer olvastam, hogy valami 300 folyamatban vesz részt az ösztrogén, tehát hogy nyilván, hogyha csak 100-ban éreznénk meg, hogy nincs ösztrogén, de 300-ban, tehát hogy ez tényleg elképesztő. Hát ez az, amit ugye visszautalok arra, amit az előbb mondtam, és ezt ugye ő általa tudtam meg, a párom által, hogy az idegrendszerünkre olyan hatással van, ami gyakorlatilag egy másik személyiséget hozhat ki belőled. Másik személyiséget hozhat ki belőled. És te hogyan próbáltál meg magadon segíteni egyébként? Tehát, hogy nyilván elmentél orvoshoz, akkor ott az orvos mondott valamit, de hogy neked mi vált be? Tehát, hogy milyen elkezdtél valamit szedni, vagy életmódváltás? Igazából ez egy folyamat volt. A párom az van a Neurobion Forte, ami egy ilyen B-vitamin komplex adag, amit receptre írnak fel, és abból mindig így adagonként mondta, hogy napi egyet szedjek be, ez jót fog tenni. Nem leszel tőle éhes, csak erősen nyugtatja az idegrendszert, és költséghatékonyabb, mint más ilyen, más nevű ilyen idegrendszerre ható vitaminok. Illetve én jógáztam. Nekem nagyon-nagyon sokat segített a jóga. És jógázom most is. De direkt emiatt kezdted el a jógát, vagy már előtte? Nem. Én nagyon sokáig tagadásban voltam. Én igazából a depresszió meg pánikbetegség, de az jóval előtt kezdődött, de azért kitartott különböző válfajai. Én emiatt is voltam a jóga irányába, és ez nekem nagyon sokat segített. De ugye van, akinek az segít, hogyha meg rengeteget kirándultam, a természetbe mentem, erdőbe, ez is borzasztóan sokat segített. A napi séták, legalább 3-4-5 kilométer séta. Szóval aki pörgősebb természet, annak nyilván másféle sport vagy mozgás jön be, nekem ez jött be, de alapvetően azt gondolom, hogy a mozgás nagyon-nagyon sokat tud segíteni, meg én befelé forduló típus, introvertált vagyok, tehát nehezebben is tudtam erről beszélgetni. De mondhatjuk azt egyébként, hogy akkor te ezt tudatosan kezdted el, tehát hogy akkor azt mondtad, hogy jó, én ezt most meg fogom oldani, és hogy tudatosan kerested, hogy mivel tudsz magadon segíteni.
Hát inkább az észlelt problémákra kerestem tudatosan, igen, megoldást, hogy ebből ki szeretnék jönni, de a kép csak később állt össze, hogy hoppá, benne vagyok már ebbe a folyamatban. És mit gondolsz a hormonpótlásról? Ez egy nehéz téma, ugye? Tehát, hogy sokan élből elutasítják, aztán van egy pont, amikor azt mondják, hogy Úristen, most már bármi jöhet, mert így nem lehet tovább élni. Aztán van ugye olyan, aki meg azt mondja, hogy ő csak természetes dolgokkal szeretné ezt megoldani. Igazából én nem ítélek meg nem senkit, és nem is szeretnék. Amit én erről gondolok, meg tudok, tehát, hogy amikor ebbe az állapotba kerülsz, és mondjuk teljesen kifordulsz önmagadból, nem biztos ugye, hogy tudod, hogy ez a problémád. Tehát arra azért rá kell tudni látni. Csak visz előre az az állapot. És magad sem érted, hogy sokszor mi történik veled. Én a magam részéről egyébként kaptam progeszteront, ugye a nagyon erős menstruációs vérzés meg a vérveszteség véget többször, de igazán egyébként a nőgyógyász sem mondta, hogy ne haragudjon már, benne van ebbe az állapotban, nem menne el másfele is, vagy, vagy érez másmilyen fennálló rossz érzés, depressziót, figyelemzavart, stb. Szóval, hogy komplexen a nőgyógyász sem kezelt. Igen, és egyébként, bocs, hogy közbevágok, de szerintem ez az egyik legnagyobb probléma, hogy hát egyrészt ugye van 20 perced, vagy annyi se egy ilyen konzultáción, és nem tudod elmondani, hogy egyébként nem csak a testi problémák, hanem a lelki, pszichés problémák is ugyanolyan fontosak lennének, tehát amit el kellene mondani az orvosnak. Igen, igen. És a házi orvosnak, pedig a házi orvosom szülésznőgyógyász, de a legritkábban lát, mert ugye nem nagyon megyek felé. De ha leültem volna vele, akkor biztos mondta volna. De hogy egyébként nem, igen, tehát hogy a nőgyógyász nem azt mondja, hogy amikor ötötszörre csinálja az egészségügyi küretet egy nőnek 3 éven belül, hogy hölgyem, ön ebben az állapotban van, forduljon, menjen, erre is van út, arra is van irány, ezt is lehet. Szóval, hogy nincs meg ez a komplex, csak ja, ez a baja, vérzik, oldjuk meg. Miközben egyébként van egy tabletta, ami vérzéscsillapító, és nekem aztán én rájöttem teljesen saját magamtól, hogy mi van, ha én ezt beveszem. Bevettem, elmúlt. Megint bevettem, jó, ha orvossal érsz, akkor konzultálsz vele, megint elmúlt. És akkor így szép lassan le tudott állni a folyamat, de pont erre is van ez a tabletta. Szóval, hogy nem értem, hogy miért kell rögtön hogy mondják ezt az orvosoknál, nem jut eszembe, amit be kell tartaniuk szabály szerint. Protokoll. Tehát, hogy mindegyik alkalmazza a protokollt, ahelyett, hogy azt mondja, figyelj, itt egy tabletta, ja nem, maga nagyon erősen menstruál, hát akkor jöjjön itt a műtőasztal, kikapaljuk. Szóval, hogy... Igen, sajnos ezt egyébként több nőtől is hallottam, hogy mondjuk ez a küret egy dolog, hogy rögtön ez jön fel, de ugye a másik az, hogy akkor vegyünk ki mindent. Tehát, hogy ezt is egy csomó, igen, ez a másik úgynevezett megoldás, és ami nagyon zavaró, itt nem zavaró, hát több mint zavaró, hogy amikor nem mondják el, hogy és utána mi lesz. Tehát, hogy utána egyből mondjuk menopauzába kerülsz. Igen. És van még egy, nekem azt is ajánlották, de nem mentem bele, hogy 100 fokos ilyen vízzel kiégetik a méhet. Tehát, hogy nem veszik ki, hanem, hogy mert ugye megvastagszik. De persze, hogy megvastagszik, hiszen amikor menstruálunk, akkor vérbőség keletkezik ott.
És akkor én mindig ezt mondtam, hogy magának olyan vastag, persze, hát amikor menstruálok és vérzek és oda kerülök, akkor persze, hogy vastag, de nézzük már meg utána, amikor lecsillapodik ugye a menstruációs időszak, hogy utána, ha visszaáll a normál üzemmód, akkor miért tetszik engem bántani? Miért kell nekem ezt végigcsinálnom a műtőasztalon? Szóval, hogy nagyon, nagyon a protokoll szerint járnak el. Nagyon. Igen. És visszatérve a hormonra. Szóval igen, a kérdésre. Én azt mondom, hogyha valaki felismeri, hogy borzasztóan rosszul van és munkaképtelen, vagy csak részben tud dolgozni, biztos, hogy én is fordultam volna hozzá. Egyébként én saját magamnak, ha lehet, akkor nem. De ha úgy érzem már, hogy itt van a pont, akkor biztos, hogy én is beveszem. Tehát, hogy egy kicsit megengedni magunknak, hogy oké, eddig figyelem magam, eddig ezt így elbírtam, de most van egy pont, hogy mindegy, hogy mi van, jöjjön. Tehát nem elmenni mind a két irányba vakon, hogy csak erre, és akkor nekem aztán senki semmit ide be ne adjon, mert akármi, és a másik irány se, hogy csak az jó, és akkor csak abba hiszek. Igen. Szóval én azt gondolom, hogy nekünk nőknek pontosan az elcsendesedés, ugye ez a menstruációs időszak egyébként is arról szól havonta, hogy befelé fordulni, hogy megkérdezni a testünket, a méhünket, hogy mire vágyunk, hogy mi lenne most neki a megoldás, mi az, ami könnyebbséget adna, vagy gyógyulást számára a testnek, a léleknek és a szellemünknek. Szóval ennek a harmóniája, és ehhez, ha adott esetben szükséges, hogy hormon, mert úgy érzi a nő, hogy ez lenne most a megoldás, akkor szerintem abszolút. Hát igen, mert egyébként meg ez tényleg abszolút sorsfordító lehet, mert van, aki, ahogy te is mondtad, hogy munkaképtelenné válik, mert mondjuk annyira durván hőhullámozik, vagy felébred éjszakai izzadás, nem tud dolgozni, tehát hogy, és meg mondjuk nem ezekre, tud aludni. Igen, aludni, tehát hogy ezekre pont tehát hogy ezekre már azért bizonyítottan jó a hormon terápia. Azt akartam kérdezni, hogy ugye mondtad, hogy a párod orvos, tehát hogy akkor azért vele tudsz beszélgetni, mert mondtad, hogy a munkahelyen azért nem annyira, de mondjuk akkor azért neked szerencsés vagy, hogy tudsz beszélgetni erről, ráadásul egy orvossal, aki adott esetben támogat ebben az önismereti utazásban. Igen, ráadásul toxikológus, tehát ami ugye azt jelenti, hogy abszolút tisztában van. Nyilván minden orvos, attól függ, mire specializálódik, meg sebész, tehát tisztában van a belső folyamatainknak a működésével, nem beszélve arról, hogy ráadásul ugye perui származású, tehát onnan hozza a misztikumot és a természetes dolgokat, és tisztában van minden orvosi megoldással is, és ezt a kettőt tudja ő ötvözni, és ami borzasztóan sokat számít, és ami azt gondolom, hogy itt nálunk, pedig itt tanult Magyarországon, a mai orvosoknál egy talán mondhatni hiány, hogy ugye ő nagyon sokat boncolt. Tehát ő nem csak a térdet, vagy csak a méhet ismeri belülről, hanem komplexen az egészet. És ez nagyon sokat számít, mert ugye ránézek a másikra, és akkor milyen a bőrszíne, elmondja, hogy miket érez, és abból nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, illetve az orvosnak meglátni, hogy a paciensnek mi lehet a problémája. Tehát nem csak arra, hogy én most rosszul vagyok, oké, de még milyen folyamatok vannak, amik ezt a rosszul létet okozhatják? Igen, meg ráadásul ugye ez a menopauzális, hormonális változás,
Ez azért is trükkös, mert egy csomó más minden is lehet. Tehát, hogy ugye a hőhullám is lehet másnak a tünete, az alvászavar is lehet másnak is a tünete. Tehát, hogy állandóan én azt látom magamon, például állandóan figyelem magamat, hogy most mi van. Tehát, hogy most van ez a tünetem, ez most menopauza, vagy más. Tehát, hogy ez mondjuk így egy idő után kicsit fárasztó is, meg ugye nem akarok én se ezen állandóan ketyegni, hogy most ez az-e vagy sem, de mondjuk ez így akkor neked szerencsés, hogy valakivel meg tudod beszélni, hogyha bármilyen ilyen előjön nálad. Hát egyrészt, másrészt meg én, tehát hogy ez nem a reklám helye, de én nem teljesen azt a jógát művelem, azt is egyébként, ami így hatha jóga, női jóga. A női jóga rettenetesen jó egyébként erre. Hormon jóga, az is létezik. Nagyon jó női jóga oktatók vannak, és nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Mert ugye ez egy nagyon lágy folyamat a jógában, a női jóga szeretetteljes, befele figyelő, ugye a különböző pózok segítik, hogy alkalmazkodjon a szervezet az átálláshoz. Én egy picit másfélét is csinálok, ami egy kicsit egyszerűbb mozgás és légzés, de koncentrált légzés, és az is nekem rengeteget segített. Úgyhogy én lekopogom magamnak, tisztában vagyok, már hőhullámaim nincsenek, meg mindenem így helyreállt és harmóniában van, de erre törekedtem is. Tehát ez szándékom volt, hogy jól legyek, hiszen későn szültem, és ugye az én gyerekem most éli a 20 éves kor a felnőtté válás. Tehát ő tinédzser volt, mikor én meg már a változó kort éltem, szóval azért és sokan vagyunk így most nők, akik azért 30-33 éves korukba szültek, ugye ők párhuzamosan vannak egy tinédzser gyerekekkel, meg az ő változó korukkal. Igen. Szóval ez is egy fontos része szerintem. És egyébként, amikor beszéltél így valakivel arról, hogy menopauza, meg változókor, akkor ezt te így kimondtad, hogy te most ebben vagy, tehát hogy ezt így felmerted vállalni? Én mindent felmerek vállalni. Egyébként, igen, a barátnőmmel is, ha ő is kórházi orvosi területen dolgozik, ővele is szoktunk. Én nagyobb részt valamilyen okból kifejezőleg egyébként a fiatalabb korosztályt vonzottam így baráti körbe, illetve még egy barátnőm van, és ő is simán felvállalja. Tehát, hogy így, ha szóba esett, akkor igen, tudjuk, ja, igen, hát ez a menopauza. És akkor így elmosolyodtunk rajta, de mélyebb beszélgetéseket nem folytattunk, mert mindenki tudta, hogy igen, abban van, ezek az érzések jelen vannak. Inkább próbáltuk örömmel tölteni az időnket, együtt töltött időt. De szerinted tabu téma? Tehát, hogy most, ha kicsit kiebb megyünk a saját kis környezetünkből, és mondjuk tudod, egy asztalnál, egy asztaltársaságnál valaki így azt mondja, hogy jó, egyébként én menopauzában vagyok, tehát hogy akkor azért még mindig megfagy a levegő, szerintem. Tehát, vagy nem is az, hogy megfagy, lehet, hogy már nem fagy meg, de azért kicsit hidegebb lesz. Abszolút egyetértek veled, igen, mert hogy ennek azért szerintem a menopauzának valahogy én úgy látom, hogy azonnal azonosítják a szexel, meg a szexualitással. Hogy már nem És nő a nő, utána? Erre gondolsz? igen, mert ugye sokaknál elmegy a kedv is. Igen, libidó. Igen, a libidó. És akkor ugye a férfiak, a menopauza egyenlő, hogy már a szexet csak kívánja. Vagy pont fordítva.
kapva, ugye, mert sokan meg akkor Igen. robbannak. Szóval, hogy valahogy egy menopauza nem csak a szexualitás, szerintem. Viszont itt nálunk, Magyarországon egy kicsit olyan, mintha mindenkinek szemellenzője lenne, és csak így puff, ez egyenlő azzal. De hát nem, mert hogy azért ez sokkal összetettebb téma, de a köztudatban szerintem, vagy legalábbis én így tapasztalom, ez van, és igen, tabu téma, mint ahogy a szexualitás is tabu téma, az is volt 50 évvel ezelőtt is, mostanra pedig szerintem nem abban a formában van átadva a fiataloknak, ahogy ezt át kéne adni, szóval nincs meg az a szentsége sem a menopauza témájának, sem a szexualitás témájának. A fiatalok, sőt, tehát az előttem vagy alattam lévő generáció felé. Ez egy nagyon széles, mély téma, én azt gondolom, és kezdenek már vele foglalkozni, de még mindig szerintem nem azon a szinten. Ennek van egy szépsége, mind a menopauzának, mind a szexualitásnak, meg egy szentsége. És ez szerintem nagyon felemelő tud lenni, és nagyon sok pozitívumot tudna adni, ha másképp kezelnénk. Ez nagyon, nagyon tetszik, ahogy mondod, hogy van egyfajta szépsége, ugye, mert ugye a legtöbben azért mindig csak a negatívumot látják ebben az egészben. És én is azt szoktam mondani, hogy változó kor, nyilván minden változik, tehát ugye a testünk változik, az attitűdünk, a hozzáállásunk, ahogy egyre több élettapasztalatunk van, ahogy az életre nézünk, amit történt velünk. És szerintem kicsit ebben van itt elásva, hogy is mondják, tehát hogy a részletek, ugye, hogy nem nézünk ilyen, nem nézünk elég mélyen ebbe bele, hogy mi is történik velünk. És hogy kicsit így túl akarunk lenni rajta, keressük ugye a kapaszkodókat, ami nyilván fontos, mert nem akar senki szenvedni éveken keresztül, de hogy ez tényleg több azért annál, hogy most eltelik 3-4-5 év, és aztán utána ugye belépünk egy teljesen más életszakaszba. És szerintem ez az egyik legnagyobb hiány, hogy ezt nem mondja senki ki, hogy ez egy új életszakasz lesz, és erre fel kell készülni. Mint ahogy 10 és 12 éves korunkban sem mondják ki, hogy egy új életszakasz lesz, mikor elkezdünk menstruálni. Igen. Az is egy tabu téma, és az is ehhez tartozik, hiszen ott kezdődik a folyamat, és ugye a menopauzával végződik. Viszont ahogy te most erről beszéltél, az jutott eszembe, hogy ugye rengeteg félelmet cipelünk a nőiességünkkel, a menopauzával, a szüléssel, az anyasággal, és mindennel, ami hozzánk női létünkhöz tartozik. És valahogy, és ez alól én sem vagyok jelzem kivétel, most már nem, de régen ez a jaj, szabaduljunk már, legyen már vége, jaj, már megint piros napok vannak, jaj, hoppa, jaj. Szóval, hogy nem megéljük, hogy milyennek a szépsége a folyamatnak, vagy a pillanatnak, vagy annak az állapotnak, hanem elutasítjuk, menekülünk. Egy másik hozzáállással sokkal nagyobb örömbe lenne részünk ezekben a folyamatoknak a megélésében, és ezt nem tanították meg. Én nagyon sajnálom egyébként, hogy visszamenőleg én is, mert nekem mondjuk egy menstruációs időszakom 7 nap volt, és mindig erős érzéssel. Van, akinek 3-4 nap, hogy irigyeltem, harmadikon megint megjött, már megint el kell menni a boltba, meg venni kell. És most nagyon őszinte leszek, van egy húgom,
és van egy édesapám, nagyon tisztelem az édesapámat, de hogy egy példa, hogy hol akadnak már el a dolgok a férfiaknál, meg a hugom, az hozzám jött 10 évesen, és mondta, hogy én vegyem meg az ehhez szükséges intim dolgokat, mert apukám ilyen lekezelően, ja, már megint menstruálsz, ja, már megint venni kell. Mm-hmm. És a hugom szégyelte magát, és azt mondta, hogy nem bírja ezt. Szóval, hogy nekik, tehát, hogy már az őseinktől jönnek ezek a dolgok, és azt gondolom, hogy óriási dolog, amit te csinálsz, Orsi, mert ennek az úttörője vagy, és egy ilyen nagy hangos tölcsér előtt mondod, hogy ha-ho, figyeljetek már, hát ez változtassuk már meg a gondolkodásunkat, igenis, itt vagyunk, és ez egy szent dolog. És erről kell, hogy mindenki tudjon, és elfogadja. Ugye itt az elfogadás is egy kulcskérdés. Igen. Hát köszönöm szépen. És hát igen, tehát hogy én is azt érzem, hogy tehát ha nem beszélünk róla, meg nem beszélünk róla hangosan, akkor nem megy át. És én is ezért próbálok néha ugye kicsit, hogy mondjam, a hüvelyszárasságról, vagy arról, hogy tényleg a libidó csökkenés, vagy tehát hogy olyan témákról is, amiről tudom, hogy mindenkit érint, és mégsem merünk róla beszélni, mert hogy ez kellemetlen. Holott nagyon sok dolgon lehet változtatni, ha tudunk róla, meg tudjuk beszélni, meg kimerjük mondani. És sajnos még tényleg ott tartunk, hogy egy csomó mindent nem merünk kimondani. És ehhez még csatlakoznék, úgy, ahogy mondod, nem csak a nők, de a férfiaknál is libidóvesztés van. Igen. Egy csomó férfi bezárkózik, és inkább párkapcsolatot se akar, mert azt gondolja, hogy nem tudja a nőt már kielégíteni. De egy párkapcsolat, mondjuk ebben a korban, nem feltétlen. Tehát, hogy én azt látom, hogy a párkapcsolatok is, ha a szex működik, akkor jó. Nem. Szóval, hogy szerintem nem. Annál több dolognak kell működnie, a szexet meg össze lehet hangolni. Igen. Egy különbség van, hogyha egy férfi elmegy az orvoshoz, hogy libidó csökkenése van, egy csomó dolgot fel tudnak írni neki, na most egy nő megy el az orvoshoz, hogy libidó csökkenése van, hát szerintem sok esetben azt fogják mondani, hogy ez van. Tehát, hogy nálunk nincsen Viagra, nálunk nincsen nem tudom milyen tabletta, tehát szóval ezen még dolgozni kell, hogy a nőknek erre miért nincsen megoldás. Hát akkor most bocsánatot kérek, nem értek egyet a férfiaknak felírt gyógyszerekkel, főleg, hogy tisztában vagyok a mellékhatásukkal, és hogy milyen komoly problémákat tudnak okozni. És akkor megkérdezem, miért nem tudjuk elfogadni, hogy a természet adta változást. Mi van akkor, hogyha ez a változás pont arról szól, hogy más aspektusból nézzük ezt a kort? Másra tegyük a fókuszt. Érted? Szóval, hogy lehet azt, amit látunk akár a filmekben, tehát egy intellektuális megélésbe, egy fizikálisan kirándulunk, beszélgetünk, programokat. Lehet sok minden, el lehet menni a bensőségesebb dolgok felé, és én azt gondolom, hogy ha ez megvan, akkor rendeződni tud, ha nincs az emberbe ellenállás, az a része is. Tehát, hogy a szexualitás is valami módon.
nyilván a megfelelő partnerrel, meg a megfelelő intellektualitással, vagy tudatossággal. Igen, meg én azt is gondolom, így rezonálva veled, hogy azt gondolom, hogy ez a változókor mind a nőknél, mind a férfiaknál, és ugye tényleg a férfiaknál is ugyanúgy megtörténik ez a hormonális változás, ugye a tesztoszteron csökkenés, csak náluk sokkal lassabban történik, és nem annyira drasztikusak a tünetek, de hogy azért ez egy önismereti út, és talán ez az, amire a hangsúlyt kéne helyezni, hogy ha megismerjük magunkat, ha jobban figyelünk magunkra, akkor sokkal könnyebben is tudunk átmenni ebbe az új életszakaszba. Így van. Igen. Én egyébként azt gondolom erről az egész témáról, hogy ez egy ennek a ahogy visszautaljak az előző mondataimra, hogy ennek van egy szentsége. Ez úgy belülről jön, mindegy nőbe, mindegy férfiba, mert hiszen ugye ők is átmennek ezen a úgymond változó koron, csak kicsit másképp. És mindegyikükre más hatással van természetesen. De hogy nekünk nőknek valahogy jobban kellene egymás felé is nyitnunk és fordulnunk. Egymást jobban megérteni. Mert mi magunk tudunk egymáson sokkal jobban segíteni. Igen, egyébként érdekes, hogy ezt mondod, mert talán egy évvel ezelőtt találtam ki egy olyan hashtaget, amit sokszor használok is, hogy a menopauza összeköt. És valószínűleg nálam is ennek a tehát egy ilyen gondolatmenet eredménye volt ez a hashtag, hogy ezen minden nő keresztül megy. Tehát, hogy gyakorlatilag, ha én leülök egy, nem tudom, egy váróterembe, és körülnézek, valószínűleg minden második nővel tudnék erről beszélgetni. Hát, ha nyitott erre, igen. Tehát ugye nyilván az ember a hasonlót vonza, úgymond. Tehát azért lehet beszélgetni, illetve meg lehet nyitni igazából, feszegetni a határokat. Igen. És ez az, amit te csinálsz szintén, és szerintem nagyon-nagyon jó, és nagyon jól csinálod, hogy nem csak jelzed, hogy ha-hó, hanem feszegeted azt a beszűkült gondolkodásmódot, hogy próbálod kitágítani, és azt mondani, hogy hát ez természetes, ez egy folyamat, mint a születés. A szülésről, a várandóságról, a gyermekáldásról litániák vannak, mindenféle megoldás, támogatás. És tulajdonképpen ugyanilyen támogatásnak kéne lenni a menopauzának. Igen, is. Abszolút egyetértek. Anikó, köszönöm szépen. Van még valami, ami így benned maradt? Vagy amit így megosztanál még a hallgatókkal? Vagy mondjuk két mondatban, bár tudom, hogy ezt nem szeretik, és szeretem, amikor azt mondják, hogy két mondatban mondd el, hogy mit üzennél. Én azt, hogy sokkal szeretetteljesebben forduljunk egymás iránt, mi nők. És pedig azért, mert sokszor csak egy kedves gondolat, vagy csak annyi, hogy de jól nézel ki ma. Ez egy olyan felemelő tud a másiknak lenni, hogy az egész napját boldoggá tudjuk tenni. És hogy ez az egyik gondolatom, a másik pedig azt, hogy nagyon-nagyon örülnék, hogyha nem címkéznénk sem magunkat, sem másokat. Hát köszönöm szépen a gondolataidat, Anikó, és nekem egyébként sok olyat mondtál, amint fogok még gondolkozni, mert
Azért is szeretem ezeket a beszélgetéseket, mert ugye nekem van egy gondolatmenetem, és aztán amikor így beszélgetünk, akkor annyi minden jön, amiről mondjuk én nem is, amire én nem is gondoltam volna. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy most egy csomó minden elindult bennem, és remélem, hogy te is élvezted azért valamennyire. Én nagyon hálás vagyok, hogy így ilyen őszintén megosztottad a gondolataidat. És hát köszönöm a hallgatóknak is, hogy itt voltak. Jön majd a következő epizód hamarosan, és neked még egyszer köszönöm szépen, Anikó. Köszönöm a kapcsolódást, Orsi, és a lehetőséget. Én köszönöm, szia! Szép estét! Szia, szia!